Ahogy már az adás elején mondtam, önöknek sokan találgatják azt, hogy Simicska Lajosnak vajon mi lehet a célja, mi lehet ennek a, hát a folytatása, a következménye. Egyben mindenki biztos, ez komoly. Fodor Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most már olyan félve mondom, mert kicsit ilyen, nem is tudom, mintha ilyen, hát valami nevelőről, vagy pszichológusról, vagy nem tudom kiről lenne szó az ön esetében, amikor valamit így már nagyon nem értünk, hogy miért változott meg a Fidesz, az akkori Orbán Viktor, az most miért lett ilyen Orbán Viktor, amit akkor mondott a rendszerváltáskor, az most miért Simicska Lajossal való viszonya, hogyan. Szóval, mint az ember, aki ismeri Orbán Viktort, vendégünket mutatom be, és az ember, aki ismeri Simicska Lajost, emberünket mutatom be. Szóval, hogy érti ezt a helyzetet? És ha igen, akkor ez miről szól? Hát egy biztos, hogy Simicska Lajosnak az a bejelentése, hiszen ugye megerősítették azt a hírt, hogy fontolgatja, hogy elindul a veszprémi választásokon. Végül is ezt a választás komikussá vagy tragikomikussá tette a Fidesz szempontjából. Azért mondom, hogy tragikomikus, mert egyébként, ami a Fidesz körül zajlik, a veszprémi választás ebben egy elem, azért az arra érdemes egy pillantást vetnünk. Tehát itt egy nagyon súlyos helyzet alakult ki, és persze nem pusztán a Fideszről szól, hanem a hazánkról, Magyarországról. Amerikai kitiltási botrány. Hatalmas pofon az országnak, tehát olyan mélyre zülleszti az országot a Fidesz ezzel a lépéssel, ami tulajdonképpen a kommunista rendszerben volt utoljára ilyen szituáció, ami Magyarországot hát érinti az amerikai kitiltási botrány kapcsán. Ami kialakult egyébként Magyarországon közhangulatban, amit a tüntetéseken látunk, az egyre inkább felhorgadó civil társadalom a joggal, azt az indulatot, azt a dühöt látjuk helyenként az utcákon, netadó és más ügyekben, nyugdíj kérdésben, meg felháborítják az embereket, szintén mutatja azt, hogy baj van, de a közvéleménykutatások is mutatják, hogy baj van, hiszen van olyan közvéleménykutató intézet, ami több mint 10%-os visszaesést mér a Fidesznél népszerűség csökkentésként. És hát ne felejtjük el azt sem, hogy valóban itt van Simicska Lajos ebben a probléma halmazban, aki hát közismert, hogy háborúban van Orbán Viktorral, és ennek a háborúnak egy újabb felvonása, ami Veszprémben zajlik. Én ezt egy üzenetnek tekintem, ami az ő bejelentését, az üzenetnek a tartalma annyi, hogy ha kell, akkor belépek a politikai mezőbe. És az azt jelenti, hogy egyelőre nincs barátkozás, hanem harc van. És a harc... Várjon, miért? Ha valaki, nevezetesen most nem is akárki, Simicska Lajos azt mondja, hogy hát akkor belépek a politikai mezőben. És az mitől fenyegetés? Az miért? Mi változik attól, vagy mitől lesz jobb, vagy rosszabb a Fidesznek? Vagy mitől lesz veszélyeztetve ezáltal a Fidesz, és mitől lesz mondjuk nagyobb biztonságban Simicska Lajos? Én nem tudom. Hát azért ilyen üzenet, mert ugye Simicska Lajos háttérember volt a Fidesz környékén, ugye a gazdasági érdekkörnek a legmeghatározó figurája, a közgépnek meghatározó tulajdonosa, az elmúlt időszak állami megrendeléseinek birtoklója, tehát hatalmas vagyonok felett diszponál, mint ahogy az megint csak kiderül az elmúlt hetek, hónapok sajtójából. Eddig is sejtettük, de most már ugye számszerűsítve is megjelenik a magyar sajtóban. Na most az, hogyha ő elkezd háborúzni Orbán Viktorral, az azt jelenti, hogy olyan információknak a birtokában van, amelyek kellemetlen pillanatokat okozhatnak a Fidesznek, és gondolom ez az üzenet erről szól. Tehát a háború elég... Hát ezeket az információkat most is élhet, vagy visszaélhet vele, kiszivárogtathatja, nyilvánosságra hozhatja, hogyha az érdeke éppen úgy kívánja. Miért csak akkor élhetne ezzel, hogyha ő országgyűlési képviselő lesz? Tehát, hogy... Azért lényeges a veszprémi választás e tekintetben, mert ugye Simicska helyzete természetesen speciális, mert ugye nem szabad elfelejteni azt, hogy azon túlmenően, hogy információk birtokában is lehet, azért egy óriási médiabirodalomnak a tulajdonosa is. Ehhez országgyűlési képviselőnek lenni. Nem kell, de ugye az előzőleg ebben a problémában szerepet játszott az, ugye, hogy a hírek szerint volt egy elvárás vele szemben, hogy adja át ezt a médiabirodalmat, és ő pontosan tudja, hogy ez az, amit nem adhat át, mert ugye ez egy fegyver a kezébe, de egy másik fegyver lehet egyébként a politikai részvétel. A veszprémi választás szemben azzal, amit sokan gondolnak, például meglepődve hallottam most ugye Török Gábornak is a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy hát most ő nem indul el mégse választásokon, bár persze ugye a Jobbiknak a támogatása, ami megjelent, az magában rendkívül kellemetlen helyzetet teremtett a számára, de nem indul el, mert hogy ez a választás nem Veszprémről szól,
hanem tulajdonképpen egy országos ügy. Szerintem egy politikai jellemző ezt előre kitalálhatta volna. Hát épp ezt akartam mondani, hogy az ember csodálkozva hallja ezeket a mondatokat, mert hogy természetesen a választás Veszprémről, de nem elsősorban Veszprémről szól. Hát ez a választás a kétharmadról szól. Hát ez a kulcskérdés az egészben. Tehát a veszprémi választás azért iszonyatosan lényeges az elkövetkezendőkben. Mert a veszprémi választás egy szimbolikus ügy lehet. Itt lehet a Fidesz kétharmadát megszüntetni. Hogyha ezen a választáson az ellenzék sikeres tud lenni, és tud egy olyan jelöltet állítani, és remélhetőleg lesz olyan jelölt, aki a civil társadalmat meg tudja szólítani, a politikai pártok, az ellenzék meghatározó pártjai mögé tudnak állni, akkor sikeres lehet, és ezzel a Fidesznek megszűnik a kétharmada, és ez egy szimbolikusan rendkívül fontos, úgyhogy hát gondoljunk csak bele egy legutolsó példába, például az önkormányzati választások előtt az utolsó pillanatban felháborító módon módosította a választójogi törvényt, az önkormányzati választásokra vonatkozó törvényt a Fidesz kétharmaddal. Hogyha az az egy Budapest esetében. Budapest esetében így van. Hogyha az az egy képviselő nincs meg a Fidesznek, akkor ezt nem tudja megcsinálni. Jó, akkor Simicska üzenetét megfejtettük. Tehát ő információkkal bír, nincs hozzá, tehát kétségünk nincs, tehát biztos. Az információkkal már most is élhet, visszaélhet, miért ne tehetné, lehetősége van rá, médiafelület is egész biztos akadna ehhez. De ennek az üzenetnek egyetlen egy mondata vagy tartalma van, én is lehetek az, aki elveszi tőletek a kétharmadot. Ez? Hát természetesen ez is az üzenetnek a tartalma. De... Hát ez az igazi, mert összes többivel országgyűlési képviselő nélkül is élhetne. Igen, de... Most de, én leszek az, aki elveszi tőletek a kétharmadot. De én nem ezt tartom a fő... Ez is egy, az üzenetnek egy része. Én fontosabbnak tartom azt, hogy ha kell, akkor a politikai mezőbe részt veszek. Mert ez nem csak ezt jelenti, a veszprémi választás, ennek nyilván van folytatása is. Azt még nem tudjuk, hogy lesz folytatás vagy sem, de az üzenet az ez, hogy akár lehet folytatás is. Mi, majd Simicska Lajos interpellálja Orbán Viktor miniszterelnököt? Nem erre gondolok. A kétharmados ügy az egy szimbolikus ügy, fontos ügy, de azért ne felejtsük el, hogy a gyakorlatban ez nehezen működik a parlamentben, mert ugye ehhez mindig minden képviselőnek bent kell ülni. Tehát, hogy én hogy ezt már láttam, voltunk már ilyen helyzetben a magyar parlamentben, hogy egy-két-három képviselő múlott mondjuk egy parlamenti többség, az egy iszonyatos próbatétel egyébként az egész parlamentnek, és nagyon sokszor van, amikor ez nem működik. Tehát ez egy szimbolikus üzenet, még egyszer hangsúlyoznám, de a történet arról szól, hogy akár tovább is mehetünk ezen. Próbálhatok szervezni egy pártot, próbálhatok leszakítani képviselőket létező parlamenti frakciókból, mondjuk, hogy kezdjünk el fantáziálni ezen az üzenetnek, ez a tartalma szerintem, ezért érdekes. És ezt az egészet bele kell helyezni lényegében abban a drámában, amiben Magyarország került, amiben a miniszterelnök felháborító, elfogadhatatlan és gyalázatos módon belezavarta ezt az országot, a hazánkat, ez pedig a kelet-nyugat konfliktus, a kelet-nyugat konfliktusban pedig az Oroszország melléállás. Tehát ez egy olyan súlyos ügy, azt gondolom, amelyben a kétharmadnak megint csak felértékelődik a jelentősége, hogy mi lesz a későbbiekben. Az amerikai kitiltási botrány is erről szól. Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy elveszítettük a nyugat bizalmát teljes egészében, az Amerikai Egyesült Államokét is, és Nyugat-Európáját is. Amit hallunk egyébként, ahogy megalázták most Orbán Viktor Litvániába, ugye ahol elment, és lényegében közölték utána a litvánok, hogy ők ide nem hívták egyáltalán, és nem is akarták fogadni, és el vannak képedve azon, hogy ide érkezett. Azért ez szinte példátlan magyar miniszterelnök hasonló megaláztatásba az elmúlt időszakban, én nem emlékszem. Hát de nem is nagyon szokott magyar miniszterelnök ilyen meglepi vendégként ide beállítani. Hát nem szokott meglepi vendég lenni, nyilván valóban PR akciónak szánták ezt, de ez balúsült el, és az igazi probléma ez itt van. Tehát ma Magyarország, és azt kell látni az Orbán kormánynak, hogy az emberek az az érzése, hogy a realitás érzékük nem működik jól. Természetesen ugye épp elmúlt napi botrány, hogy mi liberálisok hívtuk fel erre a figyelmet, hogy a külügyminisztériummal mit csinálnak. Az európai ügyeknek az intézését, a külügyminisztériumból az ember esze megáll, tényleg szavakat nem talál rá. De ön azt elveszik, érti? Elveszik a külügyminisztériumtól, és odaadják Lázár Jánosnak a miniszterelnök. De miért? Hát azt én nem hiszem, hogy Szijjártó Péter pozíciója valami miatt meggyengült volna, vagy ezért, kiesett volna a pixisből. Ezért, amiről beszélek. Pontosan ennek ez a lényege, hogy nem érdekes, tehát a külügy veszélyes terület.
a külügyben túl sok olyan diplomata és van. És veszélyes, az legyen a Lázár túl sok olyan diplomata van, akibe az atlanti gondolat, tehát a nyugati elköteleződés, a nyugati értékrend mellett még megvan. Ez nekünk veszélyes, nem jó. Mi a keleti nyitás politikáját folytatjuk. Ezért kell elküldeni százakat a külügyminisztériumból, ezért kell degradálni a külügyminisztériumot külgazdasági minisztériumnak. Amíg ott volt Martonyi János és Németh Zsolt, megjegyzem, addig se történt érdemesen, mi kiszolgálták ezt a téves politikát, de a személyük külső megfigyelőnek még azt jelentette, hogy itt azért atlantista politikusok vezetik a külügyet. Ma már ez sincs, és szerintem ezért rakják át a brüsszeli ügyeket, az Európai Uniós ügyeket is a miniszterelnöki hivatalba. Legyen világos, nem érdekes. Nekünk csak egy pénzszivattyú az Európai Unió. A Fidesz erről nem úgy gondolkodik, mint mi, sokan mások, normális gondolkodású emberek ebben az országban, nyugati irányba elkötelezettek. Én például azt gondolom, hogy nekem az Európai Unió egyáltalán nem első helyen pénzszivattyú, sőt egyáltalán nem az, hanem egy értékrend, egy civilizáció, egy gondolkodásmód, ami az életem szerves része. Ezek a fogalmak, amelyekről most beszéltem a Fidesznek, nem léteznek. Hogy csak a pénz, a pávatánc, csak a pénz számít. Kapjuk az uniós támogatást, nagyszerű. Egyébként nem győzünk hátba döfni az Uniót és az Egyesült Államokat. Minden adandó alkalommal, megjegyzem, itt van a Traffic Mutyi 2 című történet, ott is az amerikai cégek vannak a célkeresztben. Hogyan lehet tőlük elvenni a pénzt. Tehát ez is arról szól, hogy nem vagyunk most nagyon jobban, akkor egy kicsit a ti cégeteket, vagy a ti országotokhoz kapcsolódó, a ti országotokból származó cégeket, hát egy kicsit megleckéztetjük. Többek meg a saját barátainak, természetesen Continental csoportnak odaadjuk a pénzeket. Na de hát most gondoljon be, az is sajtóhír volt az elmúlt napokban, hogy állítólag ez a teljesen szétesett és lezüllesztett külügyminisztérium azon dolgozik, hogy kitiltási listát állítson össze, hogy majd Magyarország milyen amerikai diplomatákat tilt ki Magyarországról. Hát Obama. Szóval hát így van, vagy itt van a gonosz good friend biztos, akit majd kitiltunk egyes vagy Magyarországra az Egyesült Államok diplomatáját. Sem, tehát majd mi sem magyarázunk, mert mi is úgy hozzuk tehát ez az igazi passzust. Dráma, amit művelnek Magyarországra, és ugye Putyin egy nagyköveti értekezleten Moszkvában, ahol ott van az amerikai nagykövet, bejelenti, hogy nekünk Magyarország a leghűségesebb szövetségesünk és legjobb barátunk itt az Európai Unióban. Tehát nézzük azzal szembe, hogy amit Orbán Viktor és kormánya művelt, az, hogy ma Magyarország az Amerikai Egyesült Államok számára, a nyugati világ számára, az Európai Unió számára nemzetbiztonsági kockázattá vált. Mert látják, hogy ezen az országon keresztül jön be Oroszország az Unióba, a NATO-ba és az Amerikai Egyesült Államokba, és ez megengedhetetlen, és ezt nem veszi észre a Fidesz, ezt nem vették észre, de az embereknek kezd leesni a tantusz. Kezd világossá válni, hogy nem csak ezernyi területen van probléma a hétköznapjainkkal, nem csak folyamatosan adókat emelnek, új adókat hoznak be és raknak a nyakunkba, hanem egyszerűen egy civilizációs harc is kezd kialakulni Magyarországon. Nyugat vagy kelet? Ez az igazi kérdés. Ez az igazi kérdés. És én azt gondolom, hogy ebben világosan, tehát nem csak nekünk liberálisoknak, minden ellenzéki pártnak világosan le kell tenni a voksot, hogy igen, mi a nyugati civilizációhoz tartozunk, mi nem hagyjuk ezt. Nem hagyjuk a teljes felszámolását a hazánknak. Nem hagyjuk azt, hogy ne legyen, ahogy a nyugdíjról beszéltünk, ahogy másokról is beszéltünk, jövője a most felnövekvő generációnak, amit az oktatásba is művelnek, az is elképesztő dolog. Fél kilenckor, egészen súlyossá vált a helyzet. Visszatérve az orosz-magyar-amerikai háromszögre, John McCainnek lesz egy interjúja Euronews-on, igen, 8:30-kor, amiben hát még több részletet nem tudunk, de azt igen, hogy Magyarország az oroszok által megfélemlített állam, egy ország, hát azért ez is egy elég hát komoly kijelentés, és az is, amit ön mondott, hogy a fideszesek ezt nem veszik észre, ezeket a veszélyeket nem veszik észre, ön biztos ebben? Tehát biztos, hogy például minket megfélemlítettek, mint ahogy majd az benne lesz az interjúban, és biztos ön abban, hogy ezt a Fidesz, vagy a Fidesz irányítói, vagy személyesen Orbán Viktor ezeket a veszélyeket nem látta, nem érzékelte, és még most sem látja? Én úgy veszem észre, hogy meglepte őket a közélemény kutatások adata, tehát az, hogy súlyosan visszaesett a népszerűségük, és mint közismert, azon is megdöbbentek, azon a konfliktuson, ami kialakult az Amerikai Egyesült Államokkal. Ennek ugye több oka van. Egy, a külügyet leépítik, hát azért az egy diplomáciai tudás a miniszterelnöki hivatalban. Mindenki felhívja a figyelmet, hogy ez nem, tehát meg, egy ilyen nagy hatalommal nem biztos, meg tudja, hogy működik a diktatúra. Ekeckedni. Sajnos ez az ország megtanulta a Kádár rendszerbe, ahova most megyünk éppen vissza, egyébként megjegyzem. Tehát megtanultuk, hogy hogy működik egy diktatúra, azért ne felejtsük el, hogy egyfelől
egyfelől nem is jut el hozzájuk, másfelől nincs is az az ember, aki elmerné mondani ezt az információt, mert mondjuk egy külügyes azt gondolja, hogy hát tényleg, már nem egyszer felhívták a figyelmet, bejött ide az amerikai ügyvivő, bejött, számtanszor elmondta, papírokat hagyott itt, de most ezt én hogy mondjam el? Hát mit csinálnak velem, hogyha ezt elmondják? Vagy elmondom. És hogyha elmondja, odaadja egy következő embernek a miniszterelnöki hivatalba mondjuk, a nagyszerű miniszterelnöki hivatalba, nem lesz ember, aki oda meri adni majd a miniszterelnöknek. Hát mit fog az mondani erre? Ez a szkennelben ilyen be is küldj el e-mailbe, vagy mitől, de nehogy már azon múljon, hogy valaki nem meri elmondani a főnökének, hogy nem, hát hadat üzentek nekünk. Hát, én azt nem mondom el, az biztos. Nézed, hát, teljes abszurd világ alakul ki, ezt mutatja, amivel elkezdtük ezt a mai beszélgetést, az egész Veszprémi választást. Tehát ne feledjük el, és ezért mondom, megdöbbenve hallgatom, hogy többek között ugye a Török Gábor politológus szavait, szóval, hogy aki ezt nem látja, hogy ez erről szól, persze Veszprém is ott van, persze Veszprém is érdekes, persze olyan ember legyen a jelölt, akinek van köze Veszprémhez, aki ott van, aki ott él, aki ismeri az ottaniakat, de ez a választás a kétharmadról szól. És ön szerint, Simicska Lajosnak lenne esélye kelet. Veszprémben, úgyhogy van egy Fidesz jelölt, van egy független Simicska Lajos, és van egy baloldali jelölt, mert azért nem hinném, hogy mondjuk a baloldali pártok beállnának Simicska Lajos mögé, bár én már semmit nem merek így előre látni. Nem, hát természetesen poénnak ez jó lenne, de azért ne tekintsük a választást poénnak, még akkor is, hogyha jóval tudunk viccelődni vele. Oké, okay, de így de egy nem. Ilyen felállásban lenne esélye Simicska Lajosnak. De én úgy tudom, hogy Simicska Lajos a Fidesz jelöltje akar lenni. Ő ezt mondta. Tehát ő nyilván a jobb oldalról próbálkozna, és ez is szerintem egy erős üzenet azért a Fidesz irányába. Szóval ez nem nekünk, szóval nekünk nem ez a dolgunk. Én azt gondolom, mi ezt nézzük mosolyogva, ha úgy tetszik. Tehát most kivételes. Az elmúlt években folyamatosan az volt a helyzet, hogy Orbán Viktor akár csak én most ebbe a székbe hátradőlhetett, mosolyoghatott azon, amit az ellenzék művel, ahogy szórakoznak egymással egyébként a különböző ellenzéki pártok Magyarországon, amíg meg nem jön az eszük, reméljük, hogy meg fog jönni az eszük. Most mi csinálhatjuk ugyanezt? Tehát fel kell ébredni a tisztelt ellenzéknek, végre a nyugati értékrend mellett kell letenni a voksot, végre normálisan azt gondolom, egy értékvilág mellé oda kell állni, és nekünk kell elkezdeni mosolyogni azon, ami a jobb oldalon zajlik, ahogy tragikomédiává züllesztenek egy komoly választást. Köszönöm szépen, hogy itt volt.